Köszöntök mindenkit, Kira vagyok a pedagógus, a Big Five Pedagógiai Központ munkatársa. Mai nap az EPROP 3.2-es projekt keretében a digitális témahetet támogató webináriumot Tímár Borbára fogja tartani, tudatosság címmel. A webinárium után lehet majd kérdezni tőle. Elnézést szeretném kérdezni, próbálkoztuk a PPT-vel, de valahogy nem sikerült megoldanunk, egy kicsit elcsúsznak a kép, de reméljük azért követhető lesz, ezért előre elnézést kérünk. A webináriumról videófelvétel készül, szokás szerint, amit majd a Digitális Tíma Hét YouTube csatornáján vissza lehet nézni, meg lehet tekinteni. Igazolásokat is adunk, aki szeretne, a végén majd megosztom a linket. Igen, köszönöm a és át is adnám azt. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok én is mindenkinek, és még egyszer elnézést szeretnék kérni a szétesett prezentációért. Reméljük, hogy azért működőképes lesz. Én Tímár Borbála vagyok, és médiapedagógiával foglalkozom a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesületben, és a digitális témahét tananyagai közé ebben az évben fejlesztünk Tisza Géza kollégámmal egy MediaPak nevű médiatudatosság blokkot, amelyiknek az első elemei már most április elején fel fognak kerülni, a többi az csak nyáron. Három korosztály, alsó, belső tagozatosok és középiskolások számára összesen korosztályonként 3x90 perc foglalkozást fejlesztünk. Ezek egymással összefüggő témájúak, és mindegyikhez fog tartozni egy rövid oktató videó is. Ezeknek a tananyagoknak az lesz a legfontosabb jellegzetessége, hogy a gyerekek saját médiaélményein alapulnak, mobileszköz fókuszúak és tevékenység központúak, és az előadásom is alapvetően arról fog szólni, hogy ezt a három alapvető kulcsfogalmat fogom elég hosszasan magyarázni, hogy miért döntöttünk úgy, hogy ez a tananyag ezekre az alapelemekre fog majd épülni. Miért kell a médiatudatossággal foglalkozni a digitális pedagógia kapcsán, hogy kerül a digitális témahétre a médiatudatosság? A digitális pedagógiával, illetve a digitális eszközök használatával kapcsolatban érdemes a média szempontjait beemelni, mert ugyanis a digitális eszközökön média tartalmakat érünk el, és a médiaoktatás pedig rendelkezik egy olyan már néhány évtizedes módszertani tapasztalattal, aminek az elemeit tudjuk használni. Hát azt próbálja mondani a prezentáció, hogy fókusz a tartalmon, tehát a média üzeneteken van a fókusz, akkor amit nagyon érdemes átvenni belőle, az a kritikai gondolkodás fejlesztése és a médiával kapcsolatos ismeretek, és akkor ez adhat nekünk választ olyan kérdésekre, mint a túlzott médiafogyasztás, a függőség, az adatbiztonság, a média manipulatív hatása, és akkor kikerült még a prezentációból a médiaszöveg típusának elkülönítése, tehát hogy ez most álhír, vagy valódi információ, hír, vagy reklám, ezeknek a megítélésében is a média tanítás nagyon sokat segíthet. Felmerülhet persze az a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán erre, hogy a gyerekek, akik a digitális kultúrát már a születésüktől kezdve lassan használják, szüksége van-e egyáltalán ennek a tanítására, de hát erre ugye tudjuk, hogy ez a válasz, hogy igen, szükség van rá, még akkor is, hogyha ők látszólag sokkal hatékonyabban használják ezeket a mobileszközöket, mint ahogyan a felnőttek. Tehát ezek lennének azok a kulcsfogalmak, amik a digitális pedagógia és a média tudatosság metszetében találhatóak. Ez is sajnos el van egy kicsit csúszva, de az első kategória az a szűrés, tehát hogy hogyan tudunk a különböző fajta információk tengerében, a tartalomdömpingben
megtalálni a minket érdeklő megfelelő információt, akkor azt elkülöníteni, hogy valóság-e vagy álhír az, amivel találkozunk. Ebben ugye a felnőtteknek is nagyon sok tanulnivalójuk van. Akkor a média üzenet célja, a szándéka, a média rendszer működése, ez ott például választ arra, mondjuk ma éppen viszonylag aktuális kérdésre, hogy mit csinál a Facebook az adatainkkal, és a média nevelésben nagyon-nagyon nagy szerepe van annak is, hogy média szövegeket alkotunk, mert az alkotás is a mélyebb megértést teszi lehetővé. És akkor mindezt összefoglalva, itt egy idézet James Pottertől, aki a média műveltségről azt mondja, hogy az a lényege, hogy megszerezzük az irányítást. És tulajdonképpen ez az valóban, amit a médiapedagógia segítségével meg tudunk adni a tanítványainknak, azt, hogy lesz a kezükben egy olyan módszertani bázis, amivel ők maguk vehetik át az irányítást a saját média használatuk fölött. Erről a tavalyi webináriumon elég sokat beszéltem erről a témáról, most ezt csak nagyon röviden érintem, hogy a média oktatás, tehát amikor a gyerekeknek arról beszélünk, hogy hogyan használják a médiát, az általában két elv mentén történhet. Az első az a protekcionizmus gondolatmenete, ami azt tanítja, hogy a média az alapvetően egy veszélyes és nem gyerekeknek való, és idegen és ismeretlen közeg. Tehát a feladat az, hogy megtanítsuk őket ellenállni a média káros üzeneteinek, hogy ne játszanak azokkal a borzalmas verekedős játékokkal, meg ne küldjenek egymásnak az Instagramon ilyen-olyan üzeneteket. És ehhez kapcsolódik pedagógiailag egy ellenőrzött, struktúrált és felülről irányított tanulási folyamat. Mi megmondjuk, hogy mit kell használni és hogyan, és hogyha ezt bekapcsolod, meg azt átalakítod, akkor fog működni. A másik tanulási modell, amit általában a médiaoktatással foglalkozók preferálnak, az a magyarul sajnos nem jól lefordítható szó, az empowering, ami valami olyasmit jelent, hogy fölkészítés, fölvértezés az önálló tudatos média használatra, tehát ezzel olyan eszközöket adunk a gyerekek kezébe, amivel a köröttük lévő világot jobban megértik, illetve ennek is nagyon fontos eleme az, hogy a gyerekek saját meglévő média élményeiből indul ki. Ez a gondolat egyébként, ahogy most követtem a digitális pedagógiával kapcsolatos vitákat, ez egy igen aktuális gondolat, mert hogy ez valamelyest rimmel arra, amit a Fegyvernéki Gergő digitális kultúra azonos pedagógiának hív. Ez egy létező modell, és hamarosan fogok egy kicsit részletesebben is beszélni róla, és a médiaoktatásnak éppen ez a legalapvetőbb gondolata, hogy a gyerekek saját élményeiből kell kiindulni, mert hogy ez a célunk, hogy ők utána a saját világukban hatékonyan tudjanak működni, és az előadás következő részében amellett fogok érvelni, hogy a mobil tanulás folyamatát is, hogyha ebből az irányból közelítjük meg, illetve ezen a módon alkalmazzuk, akkor a mobil eszközöknek igenis lehet szerepük. Tehát még a mobiltelefonnak, meg a tabletnek is lehet szerepe az oktatásban. Ugye ez is egy olyan vita, ami mostanság zajlik a digitális pedagógiáról Magyarországon gondolkodók között. Sajnos itt is a sorok első betűi átcsúsztak a túloldalra, de hogy a média fókusz az elsősorban azt jelenti, hogy amikor találkozunk valamilyen digitális tartalommal, akkor azt a média öt kritikus kérdése mentén közelítjük meg, és ezeket a kérdéseket használva kaphatunk releváns választ, akár az adatbiztonsággal, vagy az álhírekkel kapcsolatos kérdésre, ezekre majd egy kicsit később fogok példákat is mondani. A szerző, hogy kihozta létre a média üzenetet, a média nyelv, hogy milyen eszközökkel ragadja meg a figyelmemet, hogyan irányít a közönség, az, hogy kinek szól, illetve hogy a különböző
befogadók hogyan értelmezik ugyanazt az üzenetet, az értékrend és nézőpont kérdése, amiről nagyon-nagyon fontos lenne nagyon sokat beszélni, amikor médiatartalmakról beszélünk, és az üzenet célja, ami mondjuk olyan kérdésekre válaszolhat, hogy egy Facebookos teszt, amiben kijön az indián nevem, annak vajon mi a valódi célja. És ha például azt az egy dolgot megértjük, hogy a média üzeneteknek legtöbbször a profit szerzés a célja, akkor már csak azt kell megválaszolnunk, hogy kinek és milyen módon lesz majd ebből haszna, és már is mélyebben megértettük a médiának a működését. Ez a kép, ez a Media Education Lab-nek a médiatudatosság mobiltelefonja, ami ezt az öt kritikus kérdést foglalja össze vizuális formában is, illetve mutat még néhány kulcsfogalmat, amikkel szintén érdemes a digitális médiaoktatás kapcsán foglalkozni. És akkor most következik egy másik kérdés, amit szintén föl szoktunk tenni akkor, amikor a médiaoktatással foglalkozunk, és a digitális pedagógia kapcsolatával, ami nem a módszertanra vonatkozik, hanem a médium megismerésének a kérdése, és hogy ez nem egy új téma a médiáról való gondolkodásban, azt Umberto Eco 1979-es idézete mutatja. Ő ugyanis azt mondja, hogy ha a televízióval akarunk oktatni, előbb meg kell tanítanunk, hogy mi az a televízió. David Buckingham, jelentős brit média kutató, azt mondja nagyon egyértelműen, hogy ezt ki kell terjesztenünk a digitális oktatásra is, és hogyha digitális eszközökkel szeretnénk oktatni, akkor nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a diákok ezeknek az eszközöknek a tartalmi értelemben vett működését is megismerjék, és éppen ezért van médiatudatosság lába is a digitális témahétnek. És akkor most az előadásom két részére most érek rá tulajdonképpen. Az első részben egy kicsit a mobil tanulásnak az elméleti hátterét fogom a médiapedagógia szemszögéből bemutatni. Azt, hogyha kifejezetten a mobil eszközökkel, érintő képernyős eszközökkel történő tanulásról beszélünk, annak milyen előnyei vannak, hogyha ilyen médiapedagógiai fókuszból nézzük. Itt van még egy utolsó idézet, amit én mostanában nagyon szeretek, Henry Jenkins-től, akitől a részvételi kultúra fogalom származik egyébként, és ő ugyanezt az alap dolgot fogalmazza meg, amiről már többször szót ejtettem, hogy mennyire mély és természetes és ösztönös élményszerű kapcsolata van a gyerekeknek a médiával, és akkor, hogyha az iskolába bevisszük a digitális eszközöket, az információt, akkor muszáj építenünk azokra a tudásokra, amik az ő fejükben már megvannak. A mobil eszközöket nem tanulás céljára hozták létre. Ezek kényelmi eszközök, amiket a személyes életstílus és a média használat határozzák meg, szórakozásra valók és kommunikációra, de a mobil tanulásnak a lehetősége az viszont alapvetően megváltoztathatja azt, amit tanulásról gondolunk, hogyha a mobilitást emeljük ki, ugyanis lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy a hétköznapi világunkat használjuk tanulási terekként. Az iskolában folyamatosan azzal szembesülünk, hogy egyre kevesebb a kapcsolat a gyerekek hétköznapi élete és az iskolában közvetített tudás között, és a mobiltelefon pont egy olyan eszköz lehet, ami ebben az értelemben közelebb hozza magához az iskola világát, meg a hétköznapi élet világát, és motiváltabbá teheti a gyerekeket a tanulásban. Egy új médium megjelenése az mindig a tudás átadásának új eszköze, illetve új tanulási módszerek, stílusok, struktúrák megjelenését is jelenti. És akkor itt térnék vissza megint a,
a saját élményekhez való kapcsolódáshoz, ugyanis a mobiltanulásnak a legfontosabb előnyei azok, hogy kapcsolatot teremt a hétköznapi élettel, azzal, hogy ugyanazt az eszközt, illetve akár ugyanazokat az alkalmazásokat használja a iskolai munkához, mint a magánéletben, és ettől a tanulás relevánssá válik a jelenben és a jövőben is. Ugye erről is szoktunk beszélni, hogy érdemes kihasználni ezeknek az eszközöknek az oktatási potenciáját mindenféle szempontból, és ez a fajta megközelítés lehetőséget nyújt arra is, hogy a személyes érdeklődés kerüljön előtérbe, illetve nagyon sokféle interakció. A mobil tanulás néhány jellemzője látható itt. Az egyik legfontosabb az az, hogy ezen a módon nagyon jól egyénre szabható a tanulási modell, tehát egyéni tanulási utakat tesz lehetővé. A másik legfontosabb, amiben ezek az eszközök különböznek még akár a legkönnyebb hordozható laptoppal is, hogy ezekkel föl lehet állni akár az osztályteremben is, ki lehet vonulni az osztályteremből, és ezzel ki lehet tágítani a tanulás terét. A legfontosabb elméleti dolog, amit megszoktak ezzel kapcsolatban említeni, az az, hogy kitágul a tanulás tere és a helyszíneknek mekkora nagy szerepe lesz, például azok a kiterjesztett valóság alkalmazások, ahol a helyszínre vetítünk rá extra információk, azok ezen a módon valósíthatók meg. Akkor a mobiltanulásra jellemző az, hogy rövid tanulási periódusokban dolgozik, tehát hogy apró picike feladatokat lehet megoldani, illetve rövid ideig tart maga a tanulási folyamat, és erről persze lehet vitázni, hogy ez jó-e vagy rossz. Minden esetre ez is talán egy kicsit segíthet abban, hogy a gyerekek személyes életvitelét és életstílusát a tanulással összehangolja. Akkor a app smashing fogalma az azt jelenti, hogy úgy hozunk létre média terméket, hogy több különböző mobil alkalmazáson engedjük keresztül, mondjuk lefotózzuk, megszerkesztjük, föltöltjük, vagy másik alkalmazáson is megszerkesztjük és föltöltjük valahova. Ezeket az eszközöket nagyon kreatív módon lehet használni és egymással összekapcsolni. És akkor az utolsó három fogalomra most nem térnék ki olyan nagyon nyilván. Természetes, hogy a különböző kapcsolódások, tehát az információ könnyebb elérése, illetve a kollaborativitás az mind a kettő nagyon fontos. És akkor a konvergencia fogalma, ami pedig azt jelenti, hogy ugyanazt a, vagy ebben az értelemben azt jelenti, hogy ugyanazt a tartalmat többféle eszközön keresztül is elérhetjük, és ez megint egy olyan lehetőség, ami az ő életformájukhoz talán közelebb áll. És akkor itt most következik három szerzőtől három felsorolás, hogy mit tartanak ők igazán fontos újdonságnak a mobil tanulásban, és ezeket azért emelem ki ennyire, mert ez mind a három valamilyen módon, mint médiumot igyekszik a mobil eszközt megérteni, és hogyha médiumként megértjük, akkor meg tudjuk találni a hozzá leginkább illő pedagógiai célt és pedagógiai módszert. David Perry, a hozzáférés, a hiperkonnektivitás és az újfajta tér, ez a három, amit kiemel, ehhez teszi még hozzá Beckmer és Butler a konvergencia és a reprezentáció fogalmát, és akkor egy kicsit árnyaltabban és kevésbé optimistán Mark P. Graham két dolgot emel ki. Az egyik az, hogy a hely megjelölés kérdése, illetve a kiterjesztett valóság is egy ilyen kevert valóságot hoz létre, amit nem annyira könnyű megérteni, mint amennyire első látásra tűnik, pedig ő ebben látja a hordozható eszközöknek a legfontosabb újítását a nem hordozhatókhoz képest, és a másik pedig a szintén nem lefordított template culture, amit nekünk nagyon fontos
tudatosítanunk magunkban és bennük is, hogy ugye a mobil alkalmazások, de egyébként az asztali alkalmazások is rengeteg templétet kínálnak nekünk, amivel nagyon egyszerűen létrehozhatunk nagyon magas minőségű tartalmat, és ez látszólag úgy tesz, mintha a kreativitásunkat az egekig emelni, de valójában bizonyos értelemben visszafogja a kreativitást, mert hogy ezek előre előállított templétek, és a templéten kívüli kreativitásra sokkal kevesebb lehetőségünk van. És akkor itt bevezetnék még egy fogalmat, a kritikai mobil műveltségnek a fogalmát, ahhoz, hogy a gyerekek valóban a média, illetve a mobil eszközök értő tudatos használóvá váljanak, ahhoz szükséges az, hogy a médiáról, tehát az eszközökről is, meg a tartalmakról is rendszeres és struktúrált beszélgetés történjen, és ez nagyon fontos akkor is, hogyha egy digitális projektet valósítunk meg, hogy folyamatosan legyen szó arról, és lehessen reflektálni arra, hogy milyen módon használom ezt az eszközt, milyen tartalmakhoz jutok hozzá, és milyen tapasztalataim vannak erről, és ezzel a gyerekeknek mintát is adunk arra, hogy hogyan lehet gondolkodni ezekről a látszólag természetesen jelenlévő eszközökről. A második az a már említett 5 darab kritikai kérdés, amelyek a struktúrált beszélgetés alapját adhatják. Akkor a harmadik nagyon fontos információ, amit kiemeltem, az a kapuőr szerep, ez is egy média fogalom. Ez azt jelenti, ez a hagyományos és a Web2-es média közötti különbség, hogy ugye a Web2-ben akkora a tartalomdömping, és annyira bárki bármilyen fajta információt megoszthat, míg a hagyományos médiában, amikor újságírók, szerkesztők válogattak az információk között, akkor ők kapuőrként működtek, tehát ők feleltek azért, hogy valóban releváns, megbízható információ kerüljön a befogadók elé. Ez manapság már nincsen, és ezért nekünk magunknak, minden felhasználónak kell kapuőrré válni, és ez az, amit meg kell próbálnunk fejleszteni a gyerekekben is. És a negyedik szempont az pedig a reflexió, amit már az elsőnél említettem, tehát a digitális eszközök használatának a professzionálisabb szintjére emelésének ez egy nagyon fontos módszere, hogy az ember folyamatosan reflektál a saját munkájára és arra, hogy milyen viszonyban van az eszközzel. A médiaoktatásban, például a média érettségiben is ez egy bevett módszer, hogy amikor létrehoznak valamilyen média szöveget, akkor ahhoz kell fűzniük egy szöveges reflexiót, amiben az alkotás folyamatáról beszélnek, és ez a módszer a digitális projektek esetében is alkalmazható, mert segít tudatosítani a nehézségeket, illetve segít a előnyöket és a hibákat is kiemelni, és megerősíteni, és javítani. És akkor most jön az előadásomnak a második része, ahol azt mutatom be, hogy ez a mobil fókuszú médiatudatosságra nevelés milyen témákat, illetve milyen feladat lehetőségeket foglal magában. Kicsi gyerekeknél, tehát az alsó tagozatosoknál, sőt egyébként akár az óvodásoknál is, a médiapedagógia legfontosabb módszere a média élmények feldolgozása, ugye a gyerekek rengeteg saját élménnyel érkeznek, és nagyon erős viszonyuk van a médiához, és ezek különféle módszerekkel föl lehet dolgozni. A egész kicsiknél a mobiltelefon rajzolás. Ez egy nagyon jó módszer azoknál is, akiknek még nincsen saját mobiltelefonjuk, de nyilvánvalóan van róluk erős elképzelés, ott alul látható egy ugyan hagyományos billentyűzettel rendelkező, de rengeteg appot felvonultató telefon, és akkor ezt meg lehet rajzolni, lehet beszélni a vele kapcsolatos élményekről, illetve szerepjátékba is lehet vonni. A nagyobb gyerekeknél egy kicsit máshogyan működik ez, mert ott egy ilyen előre elkészített telefon
mintára ők hát így papíralapon telepíthetnek olyan alkalmazásokat, amiket nagyon fontosnak tartanak. Itt az a játéknak a kerete, hogy egy barátja, akinek most lett mobiltelefonja, megkéri, hogy segítsen neki alkalmazásokat telepíteni, és akkor ott meg tudjuk azt beszélni, hogy milyen alkalmazások vannak, és melyik miért fontos, és melyiket miért szereti. A kedvenc tartalmak és alkalmazások bemutatása az mindenképpen nagyon fontos és alapvető eleme a médiáról való beszélgetésnek. Itt egy csoportnak a szófelhője látható, ott valamennyien válaszoltak arra a kérdésre, hogy mik a kedvenc média tartalmaik, és akkor az a csoport, aki feldolgozta ezt a kérdést, úgy rajzolta meg a szófelhőt, hogy igyekeztek arányosan nagyobbra venni azokat a szavakat, amiket a csoportból sokan játszottak, és akkor így kialakult vizuálisan is az, hogy mi az, amit szeretnek, és mi az, amit nem. Az emotikonoknak, emojiknak szintén nagyon nagy szerepe van a média élményfeldolgozásban, kisebb gyerekeknél vagy olyanoknál, akiknek a verbális kifejező készsége nem olyan erős, nagyon jó segítséget nyújthat abban, hogy elkezdjünk beszélgetni. Tehát az előző szlájdokon említett struktúrált beszélgetés elinduljon, mert a emojik segítségével viszonylag bonyolultabb érzelmeket is könnyen ki lehet fejezni, és hogy mindenki szereti őket, és nagyon közvetlen viszonyuk van hozzájuk, és könnyen fejezik ki magukat a segítségével. A következő téma az a tudatos alkalmazás választásnak a kérdése. Itt lehet beszélni arról, hogy milyen fajta alkalmazások vannak, és melyik mire való, és ezeket aztán lehet csoportosítani, értékelni, és így megbeszélni a szempontokat. Ez egy olyan feladat, amit az ember maga is akár össze tud állítani. Én itt három autóverseny appot választottam, amiről tudtam, hogy a tanítványaim játsszák, és ezeket közösen összehasonlítottuk, és akkor itt lehet beszélni a korhatár besorolásról, lehet beszélni a szubjektív ízlésbeli szempontokról, lehet beszélni arról, hogy kik azok, akik létrehozzák ezeket, és mennyire számít az, hogy ez egy megbízható vagy nem megbízható cég, akkor, hogy mennyire fontos elolvasni az értékeléseket, illetve azt, hogy hányan töltötték le, és mennyi csillagot szerzett, és akkor utána, amikor ráklikkelünk és jönnek az engedélyek, akkor azokat is egyenként végig lehet beszélni, hogy melyik engedély mit jelent, illetve hogyan tudja az ember a saját telefonján beállítani, ugye az újabb típusú Androidnál már alkalmazásonként be lehet állítani, hogy milyen fajta, mert melyik alkalmazás milyen engedélyeket kap, mihez férhet hozzá. És akkor itt végül egy nagyon fontos szempont, ami majd a foglalkozásokban is meg fog jelenni, hogy hogyan fizetünk az ingyenes tartalmakért. A kicsiknél ez a játékok dimenziójában fog megjelenni, a nagyobbaknál, mert természetesen a közösségi oldalak, ami őket elsősorban foglalkoztatja, ott fog megjelenni ez a kérdés, hogy a reklámokkal, illetve a személyes adataink megadásával fizetünk az ingyenes alkalmazásokért, tehát ebben az értelemben ezek nem is ingyenesek. A következő fontos nagy szempont az online és az offline személyiség, illetve az önreprezentáció kérdése. Ez nyilván már a valamelyes nagyobbaknál jelenik meg, bár a tapasztalat az, hogy már a negyedik osztályosok is fönn vannak legalább egy, de inkább ki közösségi oldalon, felső tagozatban pedig nagyon sokon. Itt különösen fontos beszélni a személyes adatok védelméről, erre majd ebben a hosszú nagy foglalkozás csomagban minden korosztálynak lesz egy külön foglalkozás, mert ez a legfontosabb ilyen klasszikus értelemben vett internetbiztonsági kérdés, amiről az okos eszközök kapcsán beszélhetünk, illetve ide tartozik egy nagyon fontos másik szempont, ami
nem csak a mobil eszközökre vonatkozik, de mivel ez a korosztály mobilon éri el ezeket a tartalmakat, kiemelhető a felhasználói feltételek, amit ugye mindannyian automatikusan elfogadunk, és soha nem olvassuk el, és ehhez pedig kapcsolódhat egy ilyen klasszikus média szövegértési feladat, amikor felhasználói feltételt keresünk egy honlapon, és nagyon nehezen találjuk meg, mert a legtöbbször el van dugva, és ha pedig megtaláljuk és elkezdjük olvasni, akkor kiderül, hogy nagyon bonyolult jogászi bikfa nyelven van fogalmazva, és éppen ezért a brit gyermekvédelmi ombudsman egy ügyvédi irodával készített 2017 elején az Instagram felhasználói feltételeiről egy gyerekbarát változatot. Az eredeti felhasználói feltételek dokumentum az nagyjából 40 oldalas, az elkészült gyerekbarát változat az egy darab oldal, és olyan nyelven van írva és megfogalmazva, amit a gyerekek is értenek, és erről nagyon mély, sokos módon lehet beszélgetni, hogy mit vállal az ember akkor, amikor felmegy ezekre a közösségi oldalakra, és hogy nem okvetlenül az kell, hogy legyen a megoldás, bár ilyen is van mindig, hogy valaki megígéri, hogy akkor ő most azonnal leiratkozik, és ilyen körülmények között nem is használja. Az igazán fontos az annak a tudatosítása, hogy mit vállal az ember akkor, hogyha mégiscsak használni akarja ezeket az oldalakat. És akkor a harmadik nagyon fontos szempont, ami az online reprezentációhoz tartozik, az az önkifejezés, és itt most a tartalom létrehozására és megosztására fókuszáltunk. Ezek az érintőképernyős eszközök nagyon alkalmasak arra, hogy képeket hozzunk létre a segítségükkel. A fotózás az az egyik legfontosabb és legegyszerűbb módszer. Meg lehet tanítani a gyerekeknek a saját mobiltelefonjuk fotóalkalmazásának a használatát, különböző fotószerkesztőkkel lehet tudatosan manipulálni képeket. Ott a jobb oldali képpár az egy ilyen app smashing feladatnak az eredménye, amikor azt hiszem, hogy három különböző alkalmazáson átteresztve alakult ki végül is a bal oldali kép. Ez ugye még csak egy kísérlet, és nem volt konkrét célja pusztán a technikával való kísérletezés. A másik nagyon fontos ilyen szintén képi eszköz, amit mobil eszközön ugyanannyira hatékonyan lehet használni, mint billentyűzettel rendelkező eszközön, azok a mémek. A mémeknek nagyon nagy szerepük lehet az oktatásban, ugyanis egy olyan generáció számára, akiknek nagyon megszokottá válik a képekkel való kommunikáció, nagy segítség egy olyan eszköz, ahol a kép és a szöveg egyszerre ad információt. Ez a kép, amit ide tettem példának, ez a mémkészítésnek a legelső szintje, amikor az ember a saját hétköznapi élményeire reflektál, úgyhogy keres hozzá egy megfelelő képet, amelyik visszaadja az érzéseit, de ennél létezik mélyebb földolgozási lehetősége is akkor, amikor akár egy tananyag vagy egy projekt végén ilyen formában kell összefoglalni vagy értékelni azt, amit a gyerekek gondoltak, tanultak ebből az anyagból, tehát a reflexiónak is lehet ez egy eszköze. Akkor az információ szűrés még szintén egy ilyen nagyon fontos téma. Itt beszéltem már a tartalomdömpingről, arról, hogy ebből a mérhetetlen mennyiségű információból mennyire nehéz a valóban relevánsat kiszűrni. Itt nyilván a legaktuálisabb kérdés az álhír hoax kérdése, ezzel is fog foglalkozni több foglalkozásunk, illetve most már rengeteg tananyag is
Van internetes alkalmazások is, például az átlátszónak az álhírvadásza, illetve a Televelegyesületnek is van már álhírrel foglalkozó anyaga. Ezeknek nagyon fontos a megismerése, és szintén nagyon fontos az, hogy el tudjuk különíteni a reklámot a tájékoztató célú szövegektől, illetve hogy a média szövegeknek különféle céljai lehetnek, és hogy minden esetben értsük azt, hogy mi a célja ennek a szövegnek. A jobboldali példám, hát nem tudom, hogy mennyire látszik, Rubin Tréka oldaláról egy megosztás, azt osztja meg, amit a Sobert Norbi már korábban megosztott, és egy ilyen Facebookos játék, amiben kiderül, hogy ők egymásnak az igaz párjai, teljesen véletlenül ez jött ki. Nyilván ők nem igazán reflektíven gondolkodnak a médiáról, és nem jut eszükbe az, hogy ez az alkalmazás onnan tudja, hogy ők egymásnak örök párjai, hogy az adataikat elemezte, és az adatelemzés segítségével jött ki ez az elemzés. És akkor itt nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ezek az influencerek az oldalaikon számtalanszor tesznek olyan reklámokat is közzé, amikről sokszor nem egyértelmű, hogy reklám, bár ezt egyre jobban szabályozzák. És akkor van egy olyan téma, amiről nagyon-nagyon nehéz ezzel a korosztállyal beszélni, de mégiscsak szükséges, ez az életkornak megfelelő médiatartalom használata. Ezt én is tapasztalom a saját tanítványaim között, hogy egyáltalán nem tekintik ezt fontosnak, és olyan dolgokhoz férnek hozzá, amik egyáltalán nem a saját korosztályuknak való, tehát alsó tagozatosok tudnak erről a Bohócos It című horrorfilmről, és mérhetetlen erőszakos videójátékokkal játszanak. És akkor itt mindig fölmerül az a kérdés, hogy ez a korhatár karika a televízióban, vagy akár a játékoknál a PEGI jelölés, hogy ez mekkora ostobaság, mert hogy bármikor mondhatom azt, hogy elmúltam 18 éves, belépek, és akkor belépek, pedig még csak 11 éves vagyok. Azt kell ilyenkor megértetni a gyerekekkel, hogy ez nem olyan értett, hogy nyilvánvalóan nem tudja ez az oldal megtiltani vagy megakadályozni azt, hogy ők, ha nem 18 évesek, akkor is belépjenek, nem tudja ellenőrizni, hogy valóban hány éves az, aki rákattint arra, hogy elmúltam 18 éves. De hogyha az ember tudatosan figyel a saját média használatára és arra, hogy hogyan érzi magát bizonyos médiatartalmak megtekintése után, akkor előbb-utóbb elég jól is megismeri magát ahhoz, hogy tudja, hogy mi az, amit szeret megnézni, vagy jó neki, ha megnéz, és mi az, amit nem. És hogy ennek a korhatárbesorolásnak tulajdonképpen az a feladata, hogy a kicsi gyerekek esetében a szülőknek adjon útmutatást arra nézve, hogy ez hogy hathat a gyerekükre, a nagyobb gyerekeknél pedig a saját önismeretük segíthet abban, hogy megfelelően válasszanak, és ehhez kapcsolódóan persze azt is fontos megtanítani, hogy hogyan tudjuk azt feldolgozni, hogyha valami olyasmit látunk, amit nem kellett volna, és ez is nagyon nehéz akkor, hogyha az embernek nincsen meg ez a fajta média központú gondolkodása, például amikor a kicsik látnak ijesztő filmet, és akkor arról kell velük beszélni, hogy mit jelent ez ami ijesztő, akkor érdemes például a technikai dolgokra fölhívni a figyelmet arra, hogy ez rajzolva volt, hogy azt a bohócot azt csak kisminkelték olyannak, és az igaziból egy színész, és azzal, hogy az ember föltárja a média nyelv, vagy a forma kérdéseit, vagy a működési mechanizmus kérdéseit az életkornak megfelelő nyelven, ezzel valóban érthetően és könnyen tudja megmagyarázni a gyerekeknek azokat a tartalmakat, amik őket szorongással töltik el. Itt van még két-három példa az álhírekre, illetve a reklámokra.
A legalsó kép az a Kassa.tibi weboldaláról származik, és teljesen nyilvánvalóan reklám célú. A jobb oldali az néhány hete futott az interneten a Tesla Hungary-nek a megosztós játéka, amiről egy kis nyomozás után ki lehet deríteni, hogy Tesla Hungary tulajdonképpen nem is létezik. Ilyen esetben meg kell nézni, hogy mikor hozták létre azt a Facebook oldalt, illetve lehet azt tudni, hogy ezek a fajta megosztós játékok, ezek egyszerűen nem igazak, tehát ilyen sosincs. Ezt a fajta nyereményjátékot egyébként korlátozza is a Facebook. És tehát, hogy ezeknek az oldalaknak nincsen más céljuk, csak az, hogy minél több felhasználót gyűjtsenek. És akkor ott fölül a Halász Judit, az egy igen klasszikus, nagy hatású álhír. Ez egy olyan hír, amire ugye valamennyien rákattintanánk, és valamennyien elszomorodunk, hogyha meghalljuk. Itt pedig azokat a dolgokat lehet vizsgálni, hogy ugye a hírben van nagyon sok helyesírási hiba, a cím is, meg az alcím is tartalmaz helyesírási hibát, és hogyha megnézzük a honlapnak a címét, akkor arról is láthatjuk, hogy az egy gyanús című oldal, és hogy ebben az esetben, hogy ilyen hírt olvasunk, akkor érdemes más forrásokból is tájékozódni és eldönteni. Egyébként az interneten nagyon sok olyan egyszerű plakát vagy táblázat áll a rendelkezésünkre, amiben ki tudjuk pipálni azt, hogy ezt nézd meg, hogyha álhírt találsz, azt nézd meg, hogyha álhírt találsz, de ezek csak egy ilyen nagyon alap szintű GPS hozzáállást, megértést segítenek elő, hogyha az ember valóban nem akar beleesni ezeknek az álhíreknek a csapdájába, akkor érdemes nagyon mélyen elemezni ezeket, mint média szövegeket, hogy fölismerjük utána a hasonló struktúrákat. Ennyi volt tehát az én előadásom. Köszönöm szépen a figyelmet. Itt láthatók az elérhetőségeim, illetve most, hogyha vannak kérdések, akkor azokat várom. Igen, itt Lilla kérdezi, hogy elérhetőek-e a gyerekbarát felhasználói feltételek. Ez angolul van meg, és mi lefordítottuk és használjuk a foglalkozásainkon, de azt nem tudom, hogy ez szerzői jogilag mennyire szabályos, valószínűleg valamilyen formában ennek az új tananyagnak része lesz majd ez a feladat is, tehát hogy valamilyen módon majd hozzáférhető lesz. Az idegen szavak használatának van egy nagyon egyszerű oka, az, hogy sajnos a média tudatosság szakirodalma magyarul még borzasztó szegényes. A Bűvös Völgy megjelentetett rengeteg szakkönyvet, amik még egymással sem egyező módon fordítják ugyanazt a szakkifejezést, és nagyon fontosnak találom azt, hogy valóban mélyen megértsük azokat a fogalmakat, amikről beszélünk, ami egy pontatlan magyar kifejezéssel sokszor nem működik. Az első foglalkozást elérhetővé fogjuk tenni a digitális téma hét idején már, de abban még nem lesz benne ez a téma. A második adag foglalkozást azt valamikor a nyár végén fogjuk majd nyilvánosságra hozni, és előbb-utóbb az is föl lesz majd a DTH honlapján. És nem tudunk semmit a Facebook magyarul tudó cenzorairól. Egyáltalán nem tudjuk azt, hogy a tartalmi cenzúra hogyan működik a Facebookon, és nagyon nehéz őket elérni. Éppen ezért van az, hogy a kapuőr szerep nagyon fontos, és nekünk magunknak kell megpróbálnunk. A jelentés egyébként számít, tehát hogyha olyan tartalommal találkozunk, amit biztosan hoaxnak, vagy biztosan ártalmasnak gondolunk, akkor azt érdemes jelenteni, és ha nagyon sok jelentés fut be, akkor azzal alkalomattán tesznek valamit. Akkor mi is köszönjük szépen Tímár Volvának, aki hát sok érdekes és fontos szempontra hívta fel a figyelmet a média tudatossággal kapcsolatban. Köszönjük szépen. Elküldtem a linket, ahol lehet igazolást
kérni, aki szeretne. És mindenkinek további szép estét kívánunk. Köszönjük.